Jó estét kívánok! Önök a TV Ajka híradóját látják november 7-én pénteken. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Bajban a kórházunk. Az állami intézmény a végrehajtási eljárás alatt állók listáján. Elkezdődött. Építési munkálatok a Csingeri szárnyvonalon. Uszoda. Elkezdődtek a felújításához kapcsolódó bontási munkálatok. Több központi költségvetési intézményre is rábukkantunk, az adóhivatal végrehajtási eljárás alatt állók listájában, írta az m4.hu internetes portál. Több adóssággal rendelkező kórház és egyéb a központi költségvetés alá tartozó állami intézmény is szerepel a végrehajtási eljárás alatt állók listáján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapja szerint. A NAV adatbázisa szerint jelenleg végrehajtási eljárás alatt áll a Szigetvári Kórház, a Csongrád megyei kórház, a Tolna megyei kórház, az Ajkai kórház és a Keszthelyi kórház is. A Magyar Imre Kórház adósságállománya szeptember végén a cikk szerint 493 millió forint volt. Az adó végrehajtás tényénél többet azonban nem lehet tudni a végrehajtás állapotáról, sem kiváltó okairól, sem pedig arról, hogy milyen régi és mekkora összegű tartozás miatt kerülhettek listára a fentebb említett intézmények. Azt ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy ha valamely intézmény vagy a cég a listára került, az még nagyon a folyamat elejét jelenti. A Csingeri vasúti vonal felújításának nehézségeiről hétfői híradónkban számoltunk be önöknek. Időközben azonban egyik nézőnktől megtudtuk, hogy a munkálatok már elkezdődtek. Szeptember 14-én az óriási mennyiségű víz komoly károkat okozott a felső Csingeri vasútban. 250 méter hosszon helyenként új töltés építésével is járó helyreállítási munkákat kell végezni, és egy 7,5 méter nyílású hidat is pótolni kell, írta a vasúti hírekkel foglalkozó oldal, az Indoház online kiadása. A MÁV közleménye szerint a vonal helyreállításával járó költségek megtérülésének számítása folyamatban van, de időközben elindult a felépítmény karbantartása, felújítása, mint ahogy Pászti Tibor jelezte felénk Facebook oldalunkon. A híd felújítása ott jártunkkor még nem kezdődött el. Régi sikeres, összetartó csapat az Ajkai Polgárőr Egyesület. 23 éve működnek, jelenleg 27 fővel. Az alapító tagok közül egyedül az elnök, a 73 éves Magas Géza dolgozik az Egyesületben. Mint az Ajkai szónak elmondta, nagy felelősséggel és komoly felkészültséggel járó tevékenységük végzéséhez erőt ad a lakosságtól kapott köszönet, a Városi Önkormányzat és az Országos Polgárőr Szövetség támogatása. A polgárőrök, akik közül négyen nők, részt vesznek a városi rendezvények biztosításában, egész évben rendszeres járőrszolgálattal növelik a lakosság biztonságérzetét. Halottak napja idején a temetőknél ügyeltek a biztonságra. Novembertől január elejéig tart a fokozott jelenlét. A karácsonyi készülődés a vásárlás hetei alatt kiemelten figyelik a postahivatalokat, a gyógyszertárakat, a boltokat, valamint a bevásárlóközpontokat. Az elnöktől városi lapunk megtudta, szeretnék, ha gyarapodna a taglétszámuk. Felkészült a téli időjárásra a Magyar Közútkezelő ZRT Ajkai üzemmérnöksége. Az ilyenkor szokásos gépszemlét csütörtökön tartották. Pákai Péter üzemmérnökség vezető a géppark megtekintése után beszámolt arról, hogy megfelelő számú régi és új eszköz áll a közútkezelők rendelkezésére ahhoz, hogy a síkosság elhárítási és hóeltakarítási munkákat elvégezzék. Mint mondta, jó állapotú és korszerű világszínvonalat képviselő gépi állománnyal tudnak nekivágni a télnek. A saját géppark mellett az üzemmérnökség számára bérelt gépek is rendelkezésre állnak. Átlagosnál rosszabb időjárási körülmények esetére idén eddig 14 vállalkozóval kötöttek szerződést a terület szinte minden pontján, és még zajlik a kapcsolatfelvétel, tájékoztatott Pákai Péter. A vállalkozók eszközei többnyire nagy teljesítményű rakodógépek,
amelyek havária helyzetben is bevethetők, lehetővé teszik az elakadt járművek megközelítését és kiszabadítását, valamint a hóátfúvások megszüntetését. A személyi feltételekről az üzembérnökség vezető azt mondta, régi, kipróbált, tapasztalt, becsületes dolgozói vannak, akik mindent megtesznek azért, hogy az utazóközönség számára a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtsék. Pákai Péter végül a kapcsolatrendszer fontosságát hangsúlyozta, hiszen a társszervezetek együttműködése a közútkezelő munka elengedhetetlen feltétele. A felvidéki bányavárosok életével ismerkedhettek meg a Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai októberben. Az intézmény hatosztályos gimnáziumának első évfolyama a Határtalanul című pályázaton nyerte a kirándulást, amelynek témája a bányászati emlékek és a földrajzi, történelmi környezet megismerése volt Jó szerencsét címmel. A pályázat célja a magyarországi diákok határainkon túli magyar lakta területekre irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása, amelynek keretében a tanulók kibővíthetik ismereteiket és tapasztalatokat gyűjthetnek a történelem, a művészetek, a földrajz és a matematika tantárgyak feldolgozásához. A pályázaton elnyert összeg 40 diák és 4 pedagógus úti költségét és szállását fedezte. A háromnapos kirándulás útvonala Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Ótátrafüred, Lőcse, Szepesváralja, Bátka és Kassa városokon haladt keresztül. Jártak például a körmöcbányai Pénzverdében, Besztercevárában, a lőcsei Szent Jakab templomban és a selmecbányai Óvárban is, ahol az 1848-as Honvéd szobor előtt a hősökről is megemlékeztek. Bátkán meglátogatták a helyi magyar iskolát, Kassán pedig többek között a repüléstörténeti múzeumot is megtekintették. Az egyes állomásokon a nevezetességek megismerése után különböző feladatokat kaptak a diákok. A Kokava líniai szálláson felelevenítették a selmeci diákhagyományokat, diákdalokat énekeltek és megtanulták a bányász himnuszt. A szepesváraljai szálláson pedig táncházban vettek részt a helyi táncművészet képviselőjével. Elkezdődtek az uszoda felújításához kapcsolódó bontási munkálatok. Az úszómedence körüli burkolatot már felszedték a városi uszodában. Elbontották a szaunát és a hozzá kapcsolódó két pihenőteret, hogy a helyükre új építmény kerülhessen. Most kezdődik a talaj kitermelése, hiszen a medence körüli csőrendszer és a vízforgató is megújul. Az úszómedence helye változatlan marad, viszont a hátsó kismedence máshová kerül, ezért a kismedencét is el kell bontani. A kiszedett törmeléket újra hasznosítják, egy alvállalkozóval daráltatják össze és bedolgozzák majd a terület feltöltésénél. A főépület belső falait ugyancsak elbontották, szinte már csak a külső falak állnak. A bontás a hőközpontra és a gépházra is kiterjed. A gépészeti berendezéseket már szétszedték, a szűrőtartályokat és a kalorifereket eltávolították. Johannides Sándor cégvezető tájékoztatása szerint jövő héten várhatóan megkezdődik a korszerű úszodaépület medence terének alapozása. Mai híradónk végén megköszönöm figyelmüket. Friss híreinket az ajka.ma weboldalon olvashatják. Legközelebb híradóval hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. A folytatásban tekintsék meg időjárás jelentésünket. A viszontlátásra! Szombaton sok lesz a felhő fölöttünk, és többfelé kell esőre, záporokra számítani. A Dunántúlon feltámad az északi, északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés. Vasárnap kezdetben még északon, északkeleten eshet, napközben délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé enyhe lesz a hajnal, délután pedig 12-18 fokot mérhetünk. Az átlagosnál melegebb idő a jövő hét elején is folytatódik.